Most távolítják el a Szent Háromság szobrot a szabadkai Szent Terész Székesegyház mellől. Ha minden a tervek szerint halad, augusztusban kihelyezik teljes pompájában felújítva a szobrot az eredeti helyére. A Szent Háromság szobrot 1964-ben helyezték el eredeti helyéről, a mai Kékszökőkút melletti helyről. Azóta a Szent Terész Székesegyház mellett állt. A Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére a szobrot felújítják és visszahelyezik eredeti helyére, Szabadka központjába. Az akkori ateista, kommunista, diktatórikus világban ez sok embernek szúrta a szemét, viszont hogy ez a szobor most, pontosabban ez az emlékmű, hogy most szétszedésre kerül, és visszaállítjuk az eredeti helyére, ez sok mindent mondja azt is, hogy egy korszak már régen letűnt, eltűnt, egy új világ kezdődött. Jelenti azt is, hogy azért mi nekünk itt a városban fontosak az műemlékeink. Fontos, hogy ez oda kerüljön, ahol őt megálmodták, és ahol eredetileg is állt. A munka körülbelül 8 hónapig tart majd. Az alkotást teljes egészében szétbontják. Ez szükséges ahhoz, hogy elvégezhessék a szakszerű restaurálást. Az oszloprészt májusig fejezik be. Amit csak lehet, azt restaurálni fogunk, de már most látszik, hogy vannak olyan elemei, főként itt a felső zónában, amelyek olyan mértékig mentek tönkre, hogy nem valószínű, hogy bármiféle konszolidálással, konzerválással menthető lesz, és majd fogja viselni annak az atya és fiúnak a súlyát, amely mintegy egy tonna, és amely majd visszakerül rá. Ezért valószínűleg, hogy lesznek olyan elemek, amelyeket sajnos újonnan kell majd faragni. A Szent Háromság szobrot eredeti állapotába állítják vissza. Az oszloprészre olyan szimbólumok is rákerülnek majd, amelyek most már nem láthatók. A felújítást a Magyar Nemzeti Tanács anyaországi forrásokból biztosítja, az áthelyezés költségeit pedig Szabadka város fedezi. A kezdeményezést a szabadkai katolikus püspökség is jóváhagyta. A restaurált szobrot a tervek szerint augusztus 20-án adják át az eredeti helyén.